Nézed már, Yellow Rumble streamel. Szervusztok, üdv mindenkinek, hearthstone-ozzunk egy kicsit, mit szóltok hozzá. Hadd állítsam be szépen, úgy ahogy azt kell. Súgy, Hearthstone! Nézed már, Yellow Rumble streamel. Nézed már, Yellow Rumble még egyszer megszólalt. Yellow Rumble fogja be a száját. Hadd csinálj gyorsan egy screenshotot. Control Shaman! Most lehet egy Warship meccs, ennek azt láttam, hogy streamen lesz. Milyen Warship? Milyen játszol? Leviathan Warships, vagy valami más? Szóval ez a pakli elvileg Kolentó rakta össze. Nagyon szórakoztatónak találom, azt kell mondjam. Úgyhogy ezzel fogunk játszani. Cseszed sok Overload és két lavasok. És a legolcsóbb millió egy Saint Jean Shieldmaster, hogy ilyen nagy valószínűséggel nyert meg a Healing Wave-es Jaustot. És ez vicces. Meg az egész pakli nagyon vicces. Tehát ebben a formájában még nem feltétlen jó, de nagyon vicces. World of Warships, aha. Na minden esetre. Mindjárt keresek valami Control Shamanhoz méltó zenét. Mert igen, a háttérben zenés stream lesz, mert erre van idegi kapacitásom, úgyhogy már kételnek hoztak eltűrni az én eklektikus zene ízlésemet. Lehet a kérdés bennetek, hogy mi a szart tartsuk meg ezzel a paklival. Erre a kérdésre még nincsen tökéletes válaszom, én azt feltételezem, hogy a Lavasok plusz Elemental Destruction egy elég jó kombó. És a lavasok amúgy sem ártana. Lightning Storm talán jó lesz egy Shade ellen? Nem tudom. A World of Tanks csak hajókkal. A 10-13 éves korosztály között azzal a játékkal, aki annyi feliratkozott szerezni, mint ha Minecraft tesznél. Ó, ha engem a feliratkozók száma érdekelne. Vagy a feliratozóké. Azzal sem foglalkozom túl sokat. Nézed már. Erre jó lett volna egy Lightning Bolt. Miért felejtettem el, hogy ez alap létezik? Szíp szíp. Meh. Majd várjuk az Elemental Destruction-t. Mit hallgassunk, ami nagyon indokolatlan. És amiért nem fog megbaszni a YouTube-ot. A kettő együtt egy nehezen abszolválható kombináció. De gondolkodom. Maté Csabda! Örcsog. Aha, talán nem az a legjobb ötlet. De ne aggódjatok, nem sietünk sehova ezzel a paklival. Nem rohanunk. Várjuk az Elemental Destruction-t, az Earth Elemental-t, ami megjegyzem Shaman ellen egyáltalán nem rossz. Sunwalker! Öcsi, hát a paklidban nincsen kombó, én ezt jól sejtem. Ha. Hát én most mi az Isten csináljak veled? Szerintem őt küldjük el melegebb éghajlatra. Következő körben Coin Sludge Belcher még mindig egy opció. És ha nincs a pakliában kombó, mi nagyon rej... Wow! Hát te meg! Ha! Na ilyennek szerették volna a TGT-t, amikor megcsinálták. Van egy Isle of Silence. A Renaissance Priest és Healing Wave csodásra hangzik. Fő a változatosság a stream szívekben, örülök, hogy tetszik. Én most mit csináljak? Coin Sludge Belcher nem ér semmit. De most passzolok a következőben, meg Sylvanas Coin Ancestral Spirit, akkor megerőszakol egy Keeper of the Grove.
Elemental Destruction, légy szíves! Üdv mindenkinek, aki most érkezett közben egyébként. Ancient of War, Ancient of Lore, Dr. Vin. Okay. Te nem vagy jó fej. Higgadj már le! Hova rohansz? Szóval... Ez 11 sebzés. Ami sok. Nem igazán látok más lehetőséget, sajnos, mint a dupla Lightning Storm-on. Fifty-fifty! Szíp-szíp. Yellow-vit szívtál kontroll sem. Elismerem, valószínűleg nem a legjobb pakli, amivel játszhatnék. Ugye megmutatom nektek, hogy milyen paklik vannak most bekészítve nekem a kis listámba, és meg fogjátok érteni a motivációmat. Nem tetszik, ami most történik. Ez ellen a pakli ellen egyáltalán nem biztos, hogy én megnyerem ezt a Jeffs-t. Van benne lava sok, csak nem húztuk be. Természetesen van. Mindjárt felrakom a deklisztet. Jeló paklikat rakott össze már fél. Egyik se saját, ha ez megnyugtat. Azt mondja, másfél. Rémes. Oké! Ha pókereznék, most mondanám azt, hogy all-in. Ne legyen nálad a másik Keeper of the Globe, ne legyen nálad a másik Keeper of the Globe, ne legyen nálad a másik Keeper of the Globe, légy szíves! Lehet Big Game Hunter se. Oké. Ez egy kis problémát jelent számukra. Oké. Szükségem van egy Elemental Destruction-be. Most. Most. Nem holnap, most. Jaj, ne! Ha, ez akkor egy spell-leg? Jó, ezzel nem megyünk semmire. Earth, Elemental Destruction. Mondom, hogy Elemental Destruction! Ez nem az. Talán, mi az, hogy miért nincs zene Bible-ban? A Hearthstone zene szól, azt, hogy a helyére mit rakok be, azt neki kell találnom. Hagyd békén az én arcocskámat, kérlek. Wow! Képzeljétek el, van nála egy szenáriusz. Dupla pofa swipe. Oké! Okay. Elismerem, ennél alakulhatott volna jobban is az első mérkőzésünk. Én leszek az első, aki ezt elismeri.
Szíp, szíp. Na, hogy csináljam, hogy gyorsan a deküsztet. Hunter! Megtartjuk a Healing Wave-et a Hunter ellen, vagy ez hatalmas hülyeség? Feltételezem, hogy kulcsfontosságú kérdőjel. De nem tudom. Leckét kéne csinálni, de a Yellow Stream túl maci csapda a leckéhez. Bocs. Az első meccs gyönyörűen bemutatta a deck előnyeit. Ezzel vitatkoznék. Ez alap elég hasznos. Ha erre eddig nem jöttetek volna rá. Jelöl szerintem hagyagoljuk ezt a pakli összerakos dolgot. Ez Colento paklia! Na fogjad már be! Na milyen zenét hallgassunk? De hangsúlyozom, hogy az U-paklival, amit összeraktam az előző hónapban, bejutottunk Legendbe, tehát annyira nem lehet szar. A Warrior-ral meg rank 3-ig, aztán megúttam. Tényleg nem mutatta meg a paklikat. Fúj. Oké. Szóval. Akkor a következő körben lesz három manánk. Lightning volt, Lava, sok Feral Spirit, és úgy már megint van 6. És semmi overloadunk rá a következő körben. Ha most nem bántja nagyon a fejemet. Reméljük. Na, ezért tuti nem fognak őszni a YouTube, mert ez saját. Tehát nem saját, de nekem csinálták. Jó, nekem nosztalgia. Szóval ez a vacsok megölt mindent. Igazából a Feral Spirit miatt lesz overload, de ez van. Egyszerűt bedobni az egész albumot, most jövök rá. Hagyjad már abba a... Ráadásul még a fejed... Néha nem értem ezeket az embereket.
úgy is tudod, hogy van nálam healing wave. Miért teszünk úgy, mintha ne lenne? Freezer? Nagyon izgalmas. Kérem vissza az életelőben. Haha! Ezt szétütöm, mert nem akarom, hogy Houndmaster-rel szopasson, bár nem tudom ez milyen hunter, lehet még hibrid. Ez az űrizévizés játék zenéje pontosan. Van két hexünk, ha van nála Savannah Hymen. Erre talán egy Lightning... De hogy miről beszélek? Miért használják el Lightning Stormot egy kutyára? Ha most kirak egy Houndmastert, akkor átgondolom. Arcane Golem! Szevasz! Haver, neked senki nem szólt, hogy... Hogy 20 életerőm van? Súgy... Súgy... 8 manák lesz a következő körben. Sludge Belcher plusz X. Azt mondja, ahhoz képes, nem is olyan rossz. Hiszi, ahhoz képes. Na, örülök, hogy ilyen sokan itt vagytok egyébként. Bízom benne, hogy nem a kiváló stream elnevezéseknek köszönhetően. Még egy Arcane Golem, hagyd már abba! Sos nem tudom kirakni a Spirit Wolfot és a Sludge Belchert. Ó. Ó. Ó, de cuki! Nézzed már! Ma megtanultuk, hogy az Abusive Sergeant nem nyeri meg a Joustot. A Pofa Hunter meg nem nyeri meg ezt a meccset. Ne! Top deck lepördom a tizedik körben! Ne! Én ellopom a Lepernovodat, haver. Tökéletes. Öt, 11, 13. Azt hiszem nyertünk. Imádom, mikor 10 évesek veszekednek. Hát hozzá több egyetemistát a streamre, ennyi. Lofebbe. Lofebbe elég magasról le. Le van fekáliázva. Igazából simán pofára kellett volna csak mennem, de mindegy. Így is ő is nyerti. Nyertünk, foglás fel te is végre, légy szíves. Azért, köszönjük. Csak 2x14 plusz életerő kellett hozzá. Semmi extra. Ami pedig a rendelkezésemre álló paklikat illeti, igen, itt láthatjátok. Druid, 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 priest, priest, rogue, rogue, shaman, shaman. Ez a négy kaszt, ami még nem arany. Úgyhogy kizárólag ezekkel fogok játszani, most kevésbé érdekel, hogy mikor jutok be Legendbe. TDK-t gyártasz? Hajrá! Illetve ha TDK-t gyártasz, akkor írjál már nekem egy privát üzenetet, légyszi, köszi. Szóval ez egy paladin, ami nekem azt hiszem jó. De nem tudom, mert semmit se tudom.
Egyébként elvileg már a héten lesz facecam-es stream, ezt csak úgy megjegyzem. Zárójelben. Ez egy Paladin Epic megfigyelés 2015 jaló. Köszönöm. Örülök, hogy büszke vagy rám. Én is magamra. Negyedik kör, Coin Earth Elemental, utána lavasok és mit tudom én mi. Cockhammer az emberkére. Izgalmas. Nem szeretnél használni, hogy a paklival játszok, esélye is az első körük. Tehát nem tehetek róla azokból a paklikból, mert mind megvan az aranyszín. Most Coin Sengine-nek nem tudok a következő körben semmit csinálni. És most kint van egy emberkéje, úgyhogy miért is tenni. Következő körben lehet, hogy Coin Sludge Belcher lesz, és nem Coin Earth Elemental, mert akkor meg tudom, hogy Coin Sludge Belcher utána Earth Elemental, utána olvasok, utána nem tudom. Hex? Hex. Nem erre szállnám a Hexet szívem, szerint ezt ugye mondanom sem kell. Sutty. Korlagyai. Rip öltönyös arctalan ember egy rosszul megvilágított szobában. Figyelj, mindjárt jön az XCOM 2, nem veszik el örökre. Fenn lesz a stream YouTube-on, majd persze meg Twitch-en is. Milyen jó, hogy ezt nem az Earth Elemental kajálta be. Coin Lightning Bolt? Utána Earth Elemental, vagy teljesen mindegy. Következő körben valószínűleg jön a Retardart Challenger. Mit csinálunk a Retardart Challenger-rel? Valamit az Elemental Destruction segítségével, aztán. Ha kijön a Retardart Challenger, akkor át kell gondolnunk, hogy hány secretet rak le, és ennél fogva van-e köztük Repentance, mert jó, mindegy. Mert ha van köztük Repentance, nem lakhatom kimondanosakkal az Earth Elemental. Jelenom, hogy egy ilyen drogdealer cigi állat lesz, látom előre. Lehet csalódást fogok okozni. Ez 6-9-10 sebzés. De akkor is ezt fogom szétlőni. Nem vagyunk sokkal bejött. Következő körben... ez nem... De ez a retardált paladin, mert volt benne secret, mivel beszél. Hol a Hex? Hex? Kex! Tökéletes. Ahogy egy szemfüles az már láthatta, amikor... Aha, igen. Mondjuk az a világ legrosszabb képe rólam, de nincs rólam jó kép úgysem. Ó, ott van a retardált ember! Kiváló! És megérkezett a karácsonyfa. Szóval... Avenge! Megkapja az Avenge-et, felmegy 3-ra, az nem jó nekünk. Nem olyan egyszerű, az most úgy gondoltam, mint kiderült. Belefér, hogy pofán vág 10-re? 11-re, 13-ra? 11-re? 12-re? 13-ra? Közepesen sem ennyire?
Mert ha most mondjuk azt mondjuk, hogy a Feral Spirit, Ancestral Spirit, itt egy Sengin Ancestral Spirit, ami egész érdekes. Sengin Ancestral Spirit következő körben van 9 manán. Feral Spirit, Elemental Destruction, leolvasok. Mivel ez önmagában nem elég, hogy azt megérsz, szerintem csinálják ezt. De le fog menni egyre. Hát most már mindegy. Vagy nem megy le egyre. Ja persze, mert csak 4 secret volt, akkor nem megy le egyre. Én mindig elhiszem, hogy XCOM közben Jaló adja a köcsög utasításokat. Nyugi, jön az XCOM 2 jövőre. Úristen, a megabéka megérkezett. Na, tökéletes prelűd. Arra, amit mi most csinálni szeretnénk. Kiváló. Ön most érezze magát. Nem, önnek mi most felhelyezzük orálisan a címben emlegetett tükörtojást. Jaj, ne csak a békát, ne. Feral Spirit Healing Wave. Következő körben lavasok, nem tudom mi. Jó. Tehát semmi hasznom most lelőni az Overlord-ot. Kasztálják, hogy mennyi lesz a következő körben? 5. 7. Lelőjük, jó. Pam 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 pam. Köszönjük szépen. Én nem bírom, ezt nem lehetne szabmód. Nem rajta múlik. Dupla consecration. Ide aranyos valaki. Mert az a kár, hogy most nem tudom megölni a DK-t. És hölgyeim és uraim, az Isten is erre a pillanatra teremtette a lavasokat. A második Mysterious Challenger egy kicsit meg tud minket szivatni. Kicsit. Annyira nagyon nem. Ó, hát nézzed már. Az egy noble sacrifice. Ez a nagy problémám. Jui! Nincs 9 manánk, csak 8. És ebben nem lesz spell damage-ünk. Ez lehet Avenge? Mikor játsz? Nem, ez nem lehet Avenge, ez garantáltan noble sacrifice. Tyrionnál azt érekli a kórus, hogy if you silence the silent kill you. Erősen kérdlem. Hát csak azért is, hogy ugyanezt érekli a... Bár végül énekelheti ugyanezt a Bentonárisnál is. Várom már a Trolldev videót, amikor Aquaman csodás elnevezés neki, hogy Aquaman, de így darab Murloc Knight-ot ad. Volt már Redditen. Ilyen. Lesz a közeljövőben éjszakai pénzkidobás? Lehet! Nem tudom, mikor lesz rá kapacitása, hogy én éjszakázzam. Vagy hogy...
éjszaka órákat töltsek valamivel, ami nem az aktuális projektem. Avenge, gondolom. Köszönjük szépen. Még van egy Mysterious Challenge, ugye? Neptune animációja pontosan ugye az, mint Ragnarosz, csak más színű, jól látod. Top Deck Secret Keeper, szegény! Mindjárt megsajnálom, ja várjál, nem? Ebben a paktikban mi a finisher? Kiálló a kérdés. Ha ez valami, ez egy attrition pak, hogyha megnézed. Tehát ez túlélni kíván mindent. 8 meg 6 az 14, 17. Pilot Sky Golemből megkapod az Ahenaiso Priestet dupla Healing Wave pofára. Csodásan hangzik. Azt leszámítom, hogy nem. Jóta megy a stream? Fél órája. Előre kontroll sámán. Csak 200, nem tudom mennyi győzelem kell. Ez szerintem egy kombó, ami megtartásra érdemes, de fogalmam sincs. Ez gondolom, hogy control police-t. Akkor még nem fog ránk nagy gyomást gyakorolni, ha csak nem valamilyen ahenályos kombós baromság. Miért nem engem gyógyítottál? Annyira ludorja sokat volna. Szóval a lényeg nagy valószínűséggel nagyon ráérünk. Circle of Healing. Szerencsére nem. Melyik pakült a leghatásosabb a maga idejében? Ez egy érdekes kérdés. Tehát a beta legelejéig nem tudok visszamenni neked, mert addig nem voltam. De akkor nem játszottam. De volt pár olyan pakli, mondjuk 3-4, ahol a metajáték egy ezer úgy nézett, hogy vagy azt játszod, vagy kizárólag azt próbálod megölni, ami most szerencsére nincs. Tehát sírnak az emberek a Green Patron miatt, de nem minden második ellenfeled Green Patron, vagy anti-Green Patron. Az Undertaker Hunter volt ilyen, Miracle Rogue, meg még a Zoo, amikor nagyon új volt. Előre sámán lép a harc. Csinálj fetik sámát. Ez volt a kép az, nem? Nem gondolod? Az aktuális projektet a szabad érdeklődni, lesz majd róla YouTube videó. Ezzel örülök, hogy a Marseilles-ről beszélgettek. Na.
Én nem sietek sehová, haver. És ide a második pakoli a karácsonyfa paladin? Nem. Annyira nem sok. Szerencsére. Light bomb, erre? Ha, oké. Okay. Elfogadhatónak érzem. Power Shield. Nagyon izgalmas. Kidobjuk a Feral Spirit-et? Talán indokod le. Ez nem Fetik Sáván, az fanabb és jelósabb. A jelósabb után miért van egy Kappa Prime? Magyarázatot követte meg. Kamera el kell használni, mert Lightning Storm van. Szíp, szíp. Vagy van, mint a rossz, vagy leszarjuk ezt a Sludge Belcher. Én nem sietek sehová. Jó, régen voltak ilyenek, hogy OTK Warrior, amikor a Warzone Commander bárminek adott charge-ot, és akkor a ingyen Molten Giant-ek osztották az észt. Hó, innova. Ez ronda lesz. 22 lapot, amit lef... Ja, mit beszélek, hogy hol innova? Két manája van. Bö-bö-bö, jelöldeből legyenek, hogy hőstőjátékos. Bö-bö-bö-bö-bö-bö. Na már most... Ugye ez 3-at vagy 4-et sebez. Így 4-et vagy 5-öt. Így meg tök jó vagy. Durva. A Priest paklival ellentétben most nem zavar, hogy egyetlen minion sincs a kezemben. Ahene Circle erre? Ahene Light of the Nile. Uh-huh. Alára gyújtja a slime-ot. Most már kicsit jobban zavar, hogy nincs minion. Panikúr, mikor majd visszatér. Nem tudom, nagyon megharagudott rátok. Kicsit aggódom a Mind Control miatt. De akkor azt inkább ezzel a lappal tudjuk le, és akkor az Elemental Destruction-nel elvileg letakarítunk. Semmén mondjuk egy masszív... Orphan Elemental segítségével, látszik ez nem kérdés, 8 manás iszer a Hex. Magától értetődik. Végre van értelmes magyar stream, örülök, hogy annak találsz. Valahogy meg kéne szereznünk egy Amherite-t. Ha Fat Steal-el a Healing Wave-et, amit már nem tud, mert nálam van mind a kettő, és Amherite-ja... Oh. Van erre értelme Elemental Destruction-ozni? Igazából nincs, az egyetlen dolog, amiben jobb, mint a Lightning Storm az az, hogy ennek az elpusztításában segít nekem. Vagy most ezt leszarom, ez egy körig pofán vág, ez teljesen lényegtelen. Következő körben még tudjuk módosítani a dolgot.
Köszönöm, hogy kiraktál még valamit. Milyen silence-en dől akkor abban a pakliban? Jeló világ végére készülsz egy Immortal-lel meg Hill-lel? Hát... Sámán számára a mostani metajáték maga az apokalipszis, tehát voltak éppen ilyen. Dark Cultist. Én le akarom ezt még egyszer Elemental Destruction-elni? Nyilván nem. Még egy lavasokon, vagy már elhasználtam, tudja ezt valaki, aki nem én vagyok, mert én nem tudom. Legalább nem is szerve Awakens. Fész. Komolyan? Kérlek, ne az amúgy is meghalni tervezőben ilyen, illetve kérlek, az jó. Szóval ez meghalt volna, de nem halt meg. Nagyon izgalmas. Hány nap van még nálam? Neki 7 nekem, 8 neki, összesen 13 nekem. Kicsit több. Hello! Ennek fetig szaga van, hölgyeim és uraim! Szeretnénk-e kapni azonnal még egy Fire Elemental-t? Talán itt az ideje az első Healing Wave-nek. 4, 6, 9... Bolgin, hasznos információ. Az Earthshock Bolgin ellen még jól lehet. Nem ártana bele egy Justicar True Heart, hogy válogassam a totemeket, amiknek semmi hasznuk? Dr. Vin megérkezett. Elemental Destruction, hölgyeim és uraim. Ismét. Void Lightning Storm. Ez egy izgalmas kérdés. Szerintem most Lightning Stormozom, és még ha nem is jön be, azt hiszi, hogy nincs nálam semmi, és kipakol egy csomó rondaságot, és utána Elemental Destruction. Szerintem, ha vagy bejön, négyből egyszer hal meg minden, ami annyira nem jó arány, de erre a két minionra elhasznál az Elemental Destruction szerintem nem elő. Hajrá!
Jó, az elfogadható eredmény. Öt csokot meg akarom tartani Volcsinre. Van bármilyen hex célpont ebben a pakliban? Még nem tudom, nem is érdekel. Túl jó, hogy ez a 6-1-es most még életben van szerintem. Lehet, hogy ez egy hiba volt. Zombi. Lightning Bolt, Taunt. Taunt. Jó, van. Tíz lap, kilenc lap. Oh, a nice circle. Halálra híveli a Fire Elementalt, és utána mit csinál? Circle of Fire. Szívesen. Volcsinre van Hexen homszáj. Nem tudom, van-e más Volcsi, vagy Hex célpont. Azt van Mind Control és akkor vagyunk. Oké. Esports! Ez annyira nem jó van. Oké. És azt a nagyon hülye kérdést fogom nektek feltenni, hogy kell nekünk most egyáltalán lavasok? Lavasok öt sok. Lavasok őrcsök megöli Paltrust, megöljük Sky Captain Craig-et, mert nem tudom miért nem támadott egyébként. Tehát semmit nem csinál, hogy az Overlord-ot unlockoljuk, de... Mi van még baszott nagy Overlord adó a paklinban? A másik Earth Elemental Natural. És ha ezt most nem használom, akkor az Earth Elemental garantáltan meghal. És ezt szeretném azt hiszem elkerülni. Így a Volcsin sem olyan izgalmas érzem meg. Healing Wave? Semmi szükség rá még. Nem lehet, nem éltem Angliában, csak elég régóta és sokat beszélek angolul. Mert ez olyan jónak tart. Van egy brutál akcentusom, azért azt fenntartom. Tetszik az új CSGO gép? Nem láttam. Az Arany Shield Master, a Soulbound. Valamelyik, nem tudom, azt hiszem Rogue-gal kell a 60-as szintre eljutni. Örülök, hogy tetszik a 8 Overlord vagy a sátáról, teljesen rendben van. Szóval neki van 6 lapja, nekem 5 plusz a Earth Elemental. Az egyik lapja Vol'jin, meg lennék döbbenve, egy Circle of Healing-et még nem láttunk. Láttuk mindkét Cleric-et? Talán még azt sem. Össze kéne tudnom rakni, mi van nála. Heal pass. Jól van. Akkor ez tökéletesen megfele. Mi van még nála? Mind Control-t feltételeznék. Ez nem sárkány pakli. Sylvanas esetleg. Ezt az Ancestral Spirit-et én nem merem erre rárakni. Az utolsó lapunk Neptune van. Úgyhogy
Ezt azért fogom most csinálni, mert innentől kezdve nem lesz minionunk, tehát nem nyerhetjük meg a Javastot, úgyhogy innentől kezdve garantáltan 7-1 gyógyít, most van esélyünk arra, hogy esetleg 8-a. Meg tudjuk, mi van még nála. Volgyint láttuk, mint jó. Volgyint az utolsó lapja. Ürölt az a másikat. Ha Volgyint nozza, akkor Ancestral Spirit megöljük Volgyint és kész. Volgyint, jó. Ki jön, hogy most meg hogy novázik is el. Ezzel az a probléma, hogy nem tudunk nyerni a Mind Control ellen. Ha ezek közt lett volna Murloc Knight, akkor lett volna esetleg esélyünk. Így viszont mondom, ha van nála Mind Control, akkor nem tudok mit csinálni, vesztettünk. Úgyhogy arra appellálok, hogy nincs neki. Nagyon meglennék, ha fölnál lenne neki. Nincs neki Mind Control-ja. Beszólok. Jaws Effect Transport, tehát még egy napot az egbe, igen. Hányat fatigált? 2-t. 3-at fog. 3 meg 4 meg 5, az 12. Akkor nyertünk a Cold Light Dark Ball-nak 3. Egyébként nem tudom, nyertünk-e volna. Jó! Tetszik! Ez aranyos volt. De valakit érdekel, 248-al vagyok Shaman Android, 378, Priest 185, Rogue sehol. Fatiget kért valaki, tessék, itt van! Örülök, hogy segíthettem. Állok szíves rendelkezésetekre máskor is. Tényleg vicces a pakli, mondtam én! Ez egy másik ember, ugye? Nem tudjuk. Prisztálem, megint nem rohanunk. Gromás, se jó neki. Shaman God, ezért ez túlzás, üdv. Exandion. Jaj, hogy ezt tőlem kapta! Jaj. Nem is raktam össze a dolgot. Lightning Bolt, Lightning Bolt. Látja, aki engem spectétel, Legendary-t kap. Thought Steal. Lehet, hogy az Aherai Healing Wave álom megvalósul számára, aminek nem örülnék. Jó, amit ezt a meccset lejátszod, már nyertem 3-at. Nem az a lényeg! Circle of Healing. Power Word Shield.
Elvileg ezt tettem, vagy nem tudja meg olyan. Legendary kellettnék, ha Yellow nem lenne gondosz és nem töröl neki. Yellow nem gonoszságból tesz, jelen nem férte fel, lopott Earthshock. Van nála Shringmeister, úgyhogy valószínűleg lesz Cabal Shadow Priest is, úgyhogy lehet, hogy ellopja a kis 2-1-es kémet. De nem sietünk sehová Priest ellen. Újra sok időnk van. Mikor lesz Face Stream? Ha ez alatt azt érted, hogy mikor fogok Face Paklikkal játszani, nem tudom. Ha ez alatt azt érted, hogy mikor lesz Face Cam, wow. Az valamikor a héten esedékes. Elvileg. El kell mennem a kameráért. Az Arena Plázába és utána elvileg beállítgatom és bármikor. Face stream SMORG, pontosan. Nem sietünk sehová. Kicsit zavar, hogy annyi minionomat ingyen megöli ez a rohadt Interblade Master, de... Eladok tisztelettel 30 élet, erőn a Lights of the Narrow. Mit csinálok ezzel? Na komolyan, mit csinálok ezzel? Nagy és ronda. Jó, szerzek valami innivalót, úgyhogy fél percig nélkülözzetek és hallgassátok a zenét, kérlek. Úgy látom, hogy kezden undorító dolgok történtek. Shadow of Death megölt egy bombát, a bomba nem csinált semmi. Én most kaminál akarok használni egy hexet? Mind kontrollozni még nem tud. Háromból egyszer. Köszönöm, Boombotok! Erősen gondolkodom, még egy Ancestral Spiritet rányomjak. De felesleges. Most még biztosan. Tanulmányozod a sereket. Nem. Jó, nem azt mondtad, hogy a fészkeves dolgok, azt iratkozzunk le róla? Erről beszélgettünk már, hogy megváltozott ezzel kapcsolatban a véleményem. Azt gondoltam, hogy semmi több, mint egy wow, visszaengedik. Semmi több, mint egy ilyen népszerűséghajhász szarság, és semmi haszna nincs, mert elvonja a figyelmet a játékba. Viszont hogy eltelt az volt a pár év, és a saját nevezzük gaming contentnek, jó? Tehát ilyen videójátékos tartalmak fogyasztása közben is rájöttem arra, hogy a saját preferenciáim megváltoztak. Magam is sokkal több olyan, sőt lassan már exkluzíve csak olyan dolgokat nézek, ahol van fészke. Mert az ilyen játékoknál, mint mondjuk egy harcszón, alapvetően statikus, és nem történik semmi a képernyőn. Vagy legalábbis semmi váratlan. És ahhoz hasznos plusz contentnek. Nagyjából ennyiről van szó. Most mit tudom, hogy lesz Counter-Strike videó, de továbbra sem látom értelmét, hogy nézzétek, hogy üveges szemmel meredek a csatatérre. Meg egy Hearthstone-nál, vagy egy mi az Isten éjszaka egy pénzkidobásnál szerintem. Most már úgy gondolom, hogy van értelme. Jó esne egy minion, de nincs. Ez körülként 5 életerőmbe fog kerülni, hogy nincs minion. Talán majd ő kirak. Svicces lesz, ha jó kiak. Miért így nem az?
Meg gondolom azon vettem észre, hogy így is folyamatosan gesztikulálok. Anélkül, hogy bárki látná. Ez tetszületes CSGO videó sajnos meghalt, de majd veszünk fel újra. Wargame videó valószínűleg nem lesz, mert az a játék... videósíthatatlan egyszerűen, ha csak valaki nem ismeri. Tehát ha a néző nem ismeri, én nem fogom tudni ezt az ezer nem tudom hány egységet elmagyarázni sajnos. Mit csináljak? Passzoljak? De akkor ő is passzol. Tehát... pontosan tudja, hogy itt én arra várok, hogy valami nagy rondaság érkezzen. Ugye a horrorjáték facecam-mel. Egyrészt nem játszom horrorjátékokat, másrészt na az például tényleg a népszerűség hajtászó faszkodás nem lehetett ott a... Holy Nova? Ez papíron rossz nekem, de egyébként annyira nem. Végre csinálhatok valamit. Az jó, hogy itt csinálj, nagyon érdekes. Van nála Circle és 25 billió lapot. Erre nem dobok el egy Elemental Destruction. Neptulon helyett Maligosz a pakliba? De minek? Mit csinál, szegély? Tehát nagyon kevés spell van ebben a pakliban, ami potenciálisan pofára mehet, annak nem ez a lényeg. Ezzel kezdjük. Még egyik healing wave-et sem húztuk ki. Igen, jól érted, hogy majd lesz facecam a héten. Meddig tart a stream, addig még mindig, ameddig kedvem és energiámmal streamelem. Megkapta a legjobb miniont. És most körönként 7 sebzés, hogy egy nagyon-nagyon elfazolott hex. Vagy egy 50-50 elemental destruction egyetlen minionra kezdik ezzel. Nem engedhetem meg magadnak azt a hexet. Ez jó. Holy Nova, erre! Beszarok! Én garantáltan ne vagy meg az Elemental Destruction. Vannak miniorok a paklival, csak ez most nem látszik. Jó. Akkor hex. Nem szívesen teszem, de muszáj. Úgyhogy a béka hadsereg ellen küzdünk most. Most kirak megint van, most egy Confessor Pale Class nevű cucc, meg jellegű cucc. Thought Steel, az a baj, most nagy valószínűséggel kapott egy-két ronda minion. Például egy Broad Sylvanas. Szerencsére van őrt sok. A következő körben lesz 3 overworld-unk, az bőven elég mindenre, nem kell már most lalvasokolni. Ezzel kellett volna kezdeni egy 2-t, sebezzünk fel a potenciálisan, most szerencsére nem számított. Tartok a Mind Control-tól, nem rakhatok rá Ancestral Spirit-et, notabene, ha van nála Mind Control, nem tudok mit csinálni. Jelenleg itt lesz szerint a világ legjobb vidámparkja. Én kicsit tartok tőle, hogy kimaxoltuk azt a koncepciót már. Hát mit nem csináltunk még meg a világ legjobb vidámparkjában, amit meg lehetne? Circle. Justicar. Neki ezzel játszik ma, ez az új menőség. Ez egy fontos 50-50, nem mehetek rá a négyből egyszer izé totálra, mert szeretném kirakni szalas belsőt.
Ha ez ugye ez a Justice League 2-hertos pakli, úgy látszik nincs benne Mind Control, de lehet csak abban nincs. Nem gondolod, hogy te is elkezd magic-ezni? Egyrészt nem gondolom, hogy két online kártyajátékot kellően magas színvonalon tudnék üzni hozzá, hogy legyen értelme. Másrészt meg ha már játszanék, nem a free-to-play-jel játszanék, mert az a minek. Most jön az a pillanat, hogy mi bevállalunk egy 33%-ot. Vagy a slime-ot lopja el, mert ennek a deflatója jön előbb, vagy a healing totemet, és akkor jobb vagyunk. Ha ellopja a fire elementot, gáz van. Jó. Lightbomb egyetlen minionra, ez azért jó jel. És még a nagy rondaságuk nincs feltétlenül jelentek meg. Overkill helyett overheal. Van még egy Neptune, Dr. Boomot már láttuk. Azt hiszem még van egy Orphalomantle. Annyira sok nagy rondaság már nincs. Hogy nem fogunk fetig miatt veszíteni. Ellopja a healing totemet. Akkor el tudom megölni a spell damage-eset. Erre azt hiszem elhasználok egy elemental destruction-t, mert muszáj. Vagy nem. De muszáj. Nem fér fel, hogy én is érzést kapjuk az arcoskán. Kirakjuk a fire elemental-t? Vagy még nem? Most védekező üzemmódban vagyunk, el kell használni minden. Rá kell kényszerítenünk, hogy elhasználja minden szarát. Más kérdés, hogy lehet valamivel nyomást is kéne rágyakorolni. Ez undorító, és nem tudom, hogy olyan most meg. Ha ez ugyanaz a pakli, ami az előbb volt, akkor nincsen benne Mind Control. Ha nincsen benne Mind Control, a Sylvanas Ancestral Spirit megerőszakolja a fejét. De most ez a négy sebzés aztán nem olyan nagy gond, hogy ezzel most foglalkozunk. Főleg nem itt tanított, de nem láttam, hogy ott vagy, hát az arcom előtt. Valaki meg tudná magyarázni a stream címét? Ha valaki meg tudja, szóljon nekem. Következő körre izgalmas ötleteim vannak, amennyiben nincsen nála Mind Control. Ha van, akkor sírás. Ja, ha nincs a patliában Mind Control, akkor Ancestral Spirites. Mi megöljük a saját Sylvanasunkat, vicces dolog. Earth Shock a... És még a Shadow of Death, hogy switch oda overkill. Ez azt jelenti, hogy a másik lapon telapott az Ancestral Spirit, és tudja? Nem tudom. Az biztos, hogy ezt most ledaráljuk. Healing Wave csak 7-et fog gyógyítani, és a másik lap az utolsó Healing Wave, tehát az is csak 7-et fog. Vol'jin még nála van, de van Earthshockunk. Ez mindegy, hogy 4-et vagy 5-et sebezek. Az utolsó lapja azt hiszem Vol'jin. És akkor nyertünk. Ha-ha! Meglepően élvezetes számomra ez a sáván pakli, azt kell mondjam. Nagy undorító dolgokat csinálsz és megúszod! Még egy priest! Miért játszik mindenki priest-tel hirtelen? Nem zavar? Control priest-et láthatóan eléggé jó hatékonysággal verjük. A lightning boltot lehet, hogy megtartom. A Northshire cleric-re. Ha ez egy dragon priest, akkor fogalmam sincs mit csinálok, mert nem... Mert nem játszottam még eleget ezzel a paglival, hogy tudja.
ilyenkor mi a teendő. Akkor miért mondta jel, hogy hete gyógyít az első healing wave? Azért, mert nekem sincs minionom már a paklingban, mert azt gondoltam, hogy mindkét lap healing wave. Ha tévedtem, akkor ez nincs így. Akarok ezzel valamit csinálni? Ha ez egy spell totem, nem az, akkor így mindegy, így lesz. Egyébként elgondolkodtam rajta. Így Neptulon volt. Ó, most, hogy mondjátok, tényleg. Ez esetben igen. Meg lehetett volna fontolni, hogy kirakom, de akkor nem volt rá szükség, mert garantáltan nyertünk. Úgysem timeout-olnak a modok, mondja a mod. Ha a modok timeout-olni akarnak, az az ő személyes lehetőségük, döntésük. Mi ez? Úgysem timeout-olni akarnak, mondjam. Mi ez? Corrin Earth Elemental-t nagyon csúnyán megszivatja egy Shadowward Death. Na csak kirakom a Saint James-t és hagyom, hogy ingyen megy egy. A következő körben kirakom Sylvanas-t. Vagy most passzolok és a következő körben kirakom Sylvanas-t. Lesz egy Ancestors. Ez tetszik. Fel akarjuk eldozni a Saint James-t semmiért. Mit rakhat ki az ötödik körben, ami ronda? Kell ez nekünk bármire? Priest ellen. Lehetőséget ad neki, hogy húzzon egy lapot, amit nem szeretnék akkor megadni. Talán inkább ezzel a magyarázat. Egy téged nem támogatod meg, aha. A Control Priest tehát egy az egyben leváltja, micsoda ez. Ez egy Sharkland Priest, amit közben rájöttünk. Megjegyzem, hogy most a Elemental Destruction-olok és ezt, ha ezt túléli, nem csinál vele semmit, és Ancestral Spirit Elemental Destruction a következő köröm, akkor az undorító lesz. Erősen kétlem, hogy ez történne, de hogyha én most ezt csinálják kínjában, na kérem szépen, akkor most kezdődjék a tánc. Ahogy mondani szokás, sújtj! Jaj, ez fogja leváltani. Na, Shadowward Death, milyen kell, hogy ez nem volt áll egy körrel korábban, aki kér. És Shadowward Pain. Mi ez? Nézzed már. Csinálni akar valamit. Belefér nekem, hogy csak kirakom a totemet és megőrzem a lavasokot, vagy lavasok Earth Elemental? Ha azt mondja, hogy lavasok Earth Elemental, akkor bajban van, és ez nekem tetszik. Ebben a pakliben szinte biztos, hogy nincs mindcontrol. A három overload kellemetlen, de megoldható, és ha kell, tudok lavasok fájra lentőzni, hát ha nem kell. Nincs nálam hex, ezért muszáj vagyok kicsit proaktívabban játszani, úgy érzem, hogy Twilight Guardian lényegtelen szétütjük. Véles Chosen így is szétütjük. De azt hiszi, hogy nem, de van őrcsokok, úgyhogy de. De nincs nála sárkány! Azt a kurva! Jó. Ezt jó tudni. Mi csinálunk Iszerával, de nincs nála, úgyhogy nem fontos. Second.
Eddig 4-ből 4-et nyertünk, vagy 5-ből 5-öt? Tetszik. Ez lehet zoo, és akkor valamikor kell lenni fog. Ha handlock, akkor meg akkor nem tudom mi van. Azt gondolom, ez a pakli szar handlock ellen, mert nem tudod az óriásokat olyan könnyen megölni. Tehát sámán tradicionálisan jó handlock ellen, úgyhogy lehet, hogy ez is az, de... Eszebor, én nem vagyok hajlandó elhinni, hogy ilyen hatékony az a deck. Szerintem ez... ez pozitív variáció, ami most itt zajlik. Szóval ez egy handlock, ha eddig nem jöttetek volna rá. A priestet elverted a handlockot is. Erről nem vagyok meggyőződve. Mit csinál? Ancient Watcher? Szörfelem, mert a konkrétan haszontalan lesz. Kidobjam a Sengine-t? Dobjuk ki. Őrsok, milyen szép lenne. Patreon csak OTK-vel aláz meg, az biztos. Bár mondjuk egy szerencsétlenül alakuló Lightning Storm-mal nagyon meg lehetne szívni elleni. Nincs nála. Nem volt nála Mountain vagy Twilight Ray. Silence-el mi akarja őt, az hülyeség. Az mindegy. Itt most az a bajom, hogy... ez 3 manám, ha nagyon muszáj egy Elemental Destruction, nincs nem lalvasok. És az Ancestral Spirit önmagában még nem elég, bár van egy szem Silence a papírban. Lehet, hogy most lesz egy Bikin Hunter-ről, és kész. És hatalmas tempó veszteség. Tudok hány a szintjedől kapod az aranylapokat, aztán 40 fölött kapod a Soulbound arany neutral lapokat, de nem vagy benne biztos. Top deck mi? 50 felett, akkor rosszul működöztem. Sludge Vulture. Ez esetben elkönyvelhetjük, hogy nincsen... Nem könyvel... Miért könyvelhetnénk, hogy nincs nála Silence Yellow Rumble puta? De hogyha Silence-el ér, és még utána meg kell ölni, az szerintem elfogadható. Shadowflame. Ez a cuki. El akarom fogadni, hogy meghal ez a Sengine? Szerintem igen.
kezdjük ezzel, de szinte biztos a szalacsolat sem. Imádom az animációt egyébként. Itt az egyetlen dolog, ami bántana engem, az, hogyha lenne nála egy Mortal Coil. És úgysem akarom levinni az életedet most még. Szeretem, ha orális kap paprahány. Én meg azt szeretem, ha tükört vagy is. Ez a szexuális vallomások streamje, úgy érzem. Most ki jön, mit tudom én, egy Dr. Boom? Mit csinálok vele? De van egy hexem, de hát most izé. Jó, ez hex, ez nem is kérdés. Ez jó egy Twilight Drake-re. Ennek örülök. Megint semmi jókon kell használni a lovasokhozat. Nem sietünk sehová. Ez egy ponton nagyon... Főleg ha van nála Jerexus, akkor ez egy ponton nagyon undorítóvá fog válni. Ha nincs a fakliában Jerexus, az másképp. És ezzel én most úgy csinálok. Csak a Twilight Drake-ekre van, azokat nem használhatom el. Elemental Destruction? Elemental Destruction. Egy minionra használok egy Elemental Destruction-t, de nem nézd ki jól. Szeretném volna kirakni a másikat is. Lavasok, megöljük, Azure Drake. Megint azon gondolkodom, megúszhatom el a lavasokat, de miért akarom ennyire megúszni? Coil, hát itt várnom kéne. Nincs Mortal Coil? Nincs nem Mortal Coil, nem izgálnos. Targa bomb! Ey. Ez nekem fájt, barátom. Belefér az Overload. Vagy a Dr. Boom nagyobb fenyegetés. Melyik jobb most nekem? A Big Game Hunterrel, szinte biztos, hogy van nála. Még őt le is Big Game-eli. Még mindig jelentően annyi fenyegetést. Neptulon majd jobb lesz, ha már nincs Big Game Hunter. I got the beast in my side. Whoa. Shadowfly? Side and soul. Blab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 l
Másodus előtt van elég kellemetlen lenni természetesen. Elég érdekes kör lesz, tudok 8-at sebezni csak önmagokkal. Én szerintem nem támadom meg, hogy igen. Mind van két Molten Giant-en, mert nem tudok mit csinálni. Akkor ment több Murloc Knight-ot adhat, mint Dr. Boom, ezzel nem vitatkozom. Először 18-ra, Life Tether 16.
Meg úgy csak úgy kirakni két Moltant. De minek te? Pofán vágéssel fogja egy kicsit kellemetlen bikem. Kellene az a mana. Én most 5 sokra kell használnom, de vannak bumbotjai. Jó, tréd el a bácsi, nézzük. Bácsi fél. Defender Vargas? Szomorú lesz. Semmi. Kezdjük ezzel. Mert most kirakom az egyszer Murloc Raider-t. Kirakom az egyszer Murloc Raider-t. Mert így később többet tud majd támadni való Corridorral. Ha most beleütök 15 lifetap-el 13 rondaság történik, ezt nem szeretném. Bár van a rondaságra... Vagyis ha kilobja mind a két molpönnyét és én azokat elpusztítom. Ez kellemes. És ha ő itt most elkezd Mortal Coil-ozgatni, akkor igazából... Egyre közelebb van a fetíkhez, azt vegyük észre. 5 lap van hátra neki. Főj. Jó, annak nem volt rá. Ő tudjuk egy távolítani civilizált módon, vagy valami undorítóra van szükség. Sajnálom, a másik Murloc nem fogják. Meg tudjuk ölni? 4, 8, 10. Nem. Ki akarjuk rakni Sludge Rutcher-t? Nem, mert hogyha most kidob egy halom Moltant, akkor úgyis Elemental Destruction lesz. Eddig jó. Azt hiszem. Van még Dr. Boomja? Van-e még Jerexusa? Az is egy izgalmas kérdés. Megint lifetapelni akar? Öregem, 4 lap van hátra a paklitban. Nekem 10. Innentől kezdve átállok időhúzó módra. Akkor te hogy fogsz nyerni? Fetéged után garantáltan Shadowflame, fetéged után garantáltan wow, life of life, fetéged után garantáltan megnyerem a Healing Wave-es Jamstone, és Mortokor, mit csinál ez az ember? Öngyilkos akar lenni? Veronica meg akar halni? Mi történik itt? Hellfire! Mi ez? Ja, jönnek az ingyen, ezek jól van. No, haver. De azt hiszem, ezek túl fogják élni, ez nagyon cuki a részedről. 5 sebző, 7, jó, nem tudjuk most megölni nyilván. Szóval ez 4 vagy 5. Legrosszabb esetben sebzünk rajtuk 6-ot. Bluebill Warrior lavasok. Az 6-8 pont 10 van, úgyhogy bárhogy is alakuljon ez itt mindnek hal. És nem lesz a overload-ban. Ha Jerexus le van értékelve, azonnal tud csinálni egy 6-6-ost. Viszont kénytelen lesz leütni ezt a kis Murlocot, ami szerintem hasznos. Le van értékelve, francba. Közeleg a fetig. Mi pedig azt hiszem tudjuk húzni az időt.
következő körben garantáltan 14-et tudunk gyógyítani, tehát max életerőre visszamegyünk. Ez 6. Csak tartsuk őszben. Van nála antique healbot, azt is tartsuk őszben. Nincs már doktor, arra ment el a tükörtojás. Ó, ez jó, ezt jó tudni. A Defender van, igaz? Akarok Ancestral Spirit-el, hogy az a vicces. Ha ez egy Spell Damage Totem, a Lightning Storm-mal megöljük mind a kettőt. Ha ez nem egy Spell Damage Totem, akkor nem tudom kirakni a Firewall-mat és a Healing Wave-et. Ez most 12, 21, 24 sebzés. Nekem most igazából időbúzni kell. Ezzel kell kezdeni. Tizen, tizenöt, tizennyolc. De hatot kell, egyet sebez, kettőt, háromat, négyet. Szóval nem csináltam ilyen. Úgyhogy a Fireball Mentorra rá tudom nyomni az Ancestral Spirit-et anélkül, hogy belehalnék, csak ez iszonyatosan sok sebzés, ami jön be folyamatosan. Van még egy Elemental Destruction-ünk valahol. De egyszer le tudunk itt mindent takarítani, még akkor szerintem jók leszünk. Ha. 12, 19, 22. Egy, az Elemental Destruction jó lenne, a Healing Wave jó lenne, ebbe belehaltunk, jól látom? Ez egy elég szar top deck volt. Megöljük őt, 10, 12, 18, 21, ha tantotta akkor is 18, szív-szív. Nem tudok totalizni, nincs a végnál. Valószínűleg az előző kört elbasztam. De egyébként mit tudok csinálni? Tehát a Fire Elemental rárakom az Ancestral Spirit-et, a Sylvanas miatt nem működik. Jár el használtam az összes Aerial effektemet? Na, akkor viszont ennyit számít, hogy nem vagyok képben, mi van még a hatnyúval. Szép. De nem éreztem a Handlockot egy olyan jó opció. Igen, az egyik elment Dr. Boomra sajnos, a másik meg a... dupla Molten Giant-re. Megjegyzem, valószínűleg nyerek, hogyha a Jerexus-t nem érték a Lila Faris-nál. Ez más kérdés. Mikor lesz harcolni a kezdőknek, nem tudom. Neki kerülnem és gondolkodnám rajta, nem csak így random pofázom. Amire most nem lesz kapacitása meg ideig. Milyen mage lehet ez? Ez szerintem egy egész jó kéz. Hiányzik belőle a nagy Aerial effekt, de hogyha ez valamilyen agresszívabb mage, akkor ez szerintem egész jó. Ha ez egy freeze mage, akkor fogalmas, hogy ez a papír, hogy teljesít, valószínűleg szarul. Jöjjön egy lendülettel a nagy. Tehát mindent túl kéne jönni. Ez egy gyorsabb mage, az biztos. Érezte a Lightning. Azért ért talán ezt most megölnöm, mert hogyha most egy Flamewaker, mit tudom én, Flamewaker-rel
Mirror Image vagy valami hasonlója, akkor az van benne. Hearthstone deckeket miért nem használ? Mert akkor nem fogom megtanulni soha, hogy figyeljek ezekre. Ez egy tüneti kezelés, kérdem. Ha. Az egyetlen kérdés itt az, hogy ez egy Mirror Entity-e. És ha igen, aztán nincs más választása, mint ezt beledobni. Megúsztuk. Kérintőleg, de elég kellemetlen, mert egyébként kifogyott volna. Tudunk ilyet, hogy Earthshock, Lightning Storm, ha valami túléli lavasok szerint, de van nála egy... valószínűleg Counterspell, úgyhogy kezdjük a coin-nal. Aha, anyjára. De igazából az egyetlen kérdés az, hogy a mana vörmet megöljük, és ha nem, akkor Lightning Bolt. De jó lenne, ha megölnénk. Ezzel megúsztuk, hogy elhasználjuk a Lightning Bolt-ot. Ez Hex, ez nem kérdés, hogy Hex. Ez nem a Staple Portal, most tudsz. Arra szántam eredetileg a... de meg akar engem elni valaki. Arra szántam eredetileg a... hogy hívják ott? Az Earthshockot. Helyette kénytelen vagyok ilyen vicces hülyeségeket csinálni, attól tartok. Van két Healing Wave a papíban, lassan szükség lenne rájuk. Ott volt nem az arcomra, mert nem arra, az számomra egy nagyon kellemes fejlemény. Swatchbelcher plusz Totem ad nekem 25% esélyt, hogy a Fire Emblemtől nem hal meg, illetve szinte garantálja, hogy nem tudnak belém támadni most. Feral Spirit hasonlót is okozhat. Nem az a Totem. Amennyiben ez egy Counterspell, én szerintem a Feral Spiritet adom neki oda. Nem effigy, ezt most már tudjuk. Ha ebben a verzióban esetleg van Flame Strike, akkor a Fire Elemental, még ha esetleg egy életerővel is, de túléli. Flame Strike. Jó, ez egy Mirror Entity, tehát nem szeretnénk odaadni Sylvanast.
Ha ez esetleg egy spell totem. Átgondoljuk, hogy mit csinálunk. Lehet, hogy a plusz 6 sebzés megéri. Vagy meggyógyítom ezt. Ami elsőre nagyon hülyeségnek néz ki, jelenti a tisztában vagyok. De nincs olyan sok direkt sebzés a papírán. Mert én most magamat gyújítom, ezt lepingeli, kirakjam itt, amilyen Antonidust, és nem tudok mit csinálni, mert nem tudom kirakni Sylvanust. Ez most azért a legnagyobb problémám, hogy nem tudok ki erősítést küldeni ennek a szerencsétlen Fire Elementalnek, meg bármit rakok ki, jönnek a pizza. És amíg erre nem találok megoldást, addig neki kell tartani a frontot. A pusztuljon minden, az egy megoldás. Kirakom Sylvanust. Kirakom Sylvanust, ő is kap egyet. Vagy kirakom Sylvanust és nem csinálok semmit. De akkor ő pofán vág engem ötre. Minimum. Többek Fireball-ban halok. Van egyáltalán egy healing wave-en még, de ezt nem rakom most ki. Őt megölöm, totem, ami 3-ból egyszer healing. Most kirakom a miatt, mint Antonidas, nem fogok tudni valamit csinálni. Tudom, hogy ez annyira volt jó ötlet. A Spellbender lett volna. Júj. Oké, korlátozott időmennyiség áll rendelkezésünkre, ezt ugye mondanom sem kell, és most húzok egy nagy ronda miniont ezzel. Igen, jó lett volna egy top deck Earth Elemental, egy top deck bármi, ami nagy. Ami 5 mana. Ha ezt szétlövöm, még van egy Mirror Entity-je. Nem adhatom neki Mirror Entity-t. Trade el! De szarok! Mi az alatt? Valami spell. Lehet, hogy Fireball. Jó. Erre vártam. Ó, a Fireball, amit az arcomnak szánt. Jó. Nincs burst sebzése innentől. Viszont nekem szükségem van egy Sengine-re vagy valami szar, amivel tudom aktiválni. Végeztem ezzel is aktiválom. A Mirror Entity. Az egyik legkisebb minion a papírban. Jó, ez nem Mirror Entity. Effigy? Vagy dupla counterspell, amit kétlek. Valószínűleg FG. Erre majd figyeljünk. Az egy spell. De polymorph. Ez elég kellemetlen. Ez elég kellemes. Értem én, hogy ez egy FG, de akkor is a fenyvékörnek lennie kell. FG, mit kapsz? Nincs több Fireball-ja, tehát nem vagyok közvetlen életveszélyben, közvetetben vagyok. Nagyon meglepő számról jön itt trade-el. A 50-50. Ez esetben győzhető volt.
Dr. Bulma gyorsabban tudom megölni. És kaphatok egy talpot ennek nevékesen még ez önnek. Nagyon örülnék, ez nem az. Ha ez egy Frostbolt vagy valami, akkor az egyetlen Healing Wave tud csak segíteni rajta. Az egy Arcane Intellect, ami legalább olyan rossz. Meghaltom? Ott a Frostbolt, ott a pink. Ez 10 sebzés, nincs egy lap, ami 8-at sebezne. Healing Wave vagy meghaltom. Van egy nagyon e-sports esélyünk arra, hogy nyerjünk. 8-11... Hát, iszonyatos e-sportszal nyerhetünk. Ez nem fog működni. Ez frusztráló volt. Nem tudom, hiba volt-e a Fire Elemental gyógyítani. Healing Wave-vel. De nem hiszem, hogy az volt igazából. Szíp. Ez ellenfél azt gondolja, ez a Maligoszos pakli lehetséges. Be ezzel a pakli, hogy gondolkodni kell, nem lehet csak SM-ork üzemmódban pofán válni, és kezdem érezni ennek a hatását. Megtartsam a Lightning Storm-ot, az pssssszpukbad a Shadow Nax-re. Meg ha esetleg az ilyen token baromság. Egy jó darabig nem fogom csinálni semmit. Gondolkodtam az Ancestral Knowledge-on, egész fájdalommentes lett volna, most talán jobb ötlet lett volna. Félek, hogy itt 10 lappal majd valamit csinálunk el, és nem tudom, ez megér egy Lightning Storm-ot? Őszintén szerintem igen. Ez lehet, hogy tévedés. Semmi. Nincs nála a másik shade, ez biztos. Valószínűleg jobb lett volna az előző körben. Így két körrel ezelőtt húzok és nem totem ezek. Következő körben nem tudom mit csinálni, de ez a ügye helyzet, hogy valamit kell csinálni. Hex. Oké, megvan a megoldás. Mit csináljak? Megoldom fel, és szerint ez egy egész jó választás. Azt hiszem, következő körben meg tudunk. El azt hittem, csak oda képzeltem a Hexet. Következő körben mit tudom, Coin Boom vagy Sylvanas. Coin Boom jól van. Ó, neked is van. Másik Hex? Elemental Destruction. Sylvanas plusz Elemental Destruction szép undorító lenne két kör múlva. Tudjuk addig tartani a frontot? Próbáljuk meg. Ha ez megoldható,
akkor jók leszünk, ha nem, nem. És vész esetén még mindig ott a Hex. Örjük le a Hexet. Belehalok a kombóba, kezdjük ezzel. 11 meg 14 meg... meg 6. Az 29. Úgyhogy azt hiszem ezzel megválaszoltam a saját kérdésemet. És ha most kirakolom nagyot és Ronnel, akkor 50-50-re el tudjuk elakni. Black-black. Tehát vagy a Shredderből kijött dolgot, vagy amit most kirakasztok. Egy nem izgalmas lopás célpont, azt kell, hogy mondjam. Kombó megint 14, 8, sok. De akkor ezt meg tudom oldani Lightning Storm-mal is. Talán. Viszont vegyük észre, hogy nincsen lava sokon, hogy a következő körben lenne kemény 4 manám. Ami elég. Tartsuk meg az eredeti elképzelésünk. Ja, hogy lehet, hogy most nem ölöm meg Sylvanast, ups. Gyalulamból nem gondolkodik, tehát... Bejött, amit akartam, kérdője? Nincs több Hexem. Ezt a decket hol találtad? Ez... a Colento Patria, a Tempo Storm Snapshotból loptam. Lesz még Monopoly Tycoon, de most nem tudom még mikor. Azért nem működött, mert nem nyomtad a greetings-et. Bocs. Top deck! Kezd zsibbadni az agyat, utóbbi időben nem nagyon használtad kapva. Köszi szépen! Örfa van a Torx számára, ez egy pozitív fejlemény. Silence vagy Dur? Silence. Wow! Oké. Na, szóval nincsen Silence és nincsen Big Game Hunter-e, aztán ez a pillanat, amikor elszavarítjuk. Szegény. Force of Nature, Savage Roar, a dupla Earth Elementor-re. Júi! Miért azt használtad el? Ja, ezt mindent el kell használnod. Júi! Szegény! Gondolom dupla kombó van a pakliában, de ez egy hatalmas előrelépés számunkra. A győzelem irányában. Főleg, hogy nincs sok lapja. Crackle-jobb a Lightning Bolt helyett? Az ilyen Nordshire Cleric Tornestus eszkörönt jellegű cuccok miatt nem.
Mi van nálad, ami hét vonal már volt, Dr. Boom? Én sem tudom. Azure Drake-ból kihúzta a lapot, ami kellett neki, hogy ezt megcsinálhassa, gondolító. Spell Totem nagyon jó lenne, ez nem az. Ez a lava sok kelleni fog. Egy kombóval nehéz lesz neki ezen meg a második healing wave-en áttörni, úgyhogy szerintem van idő. Mi kellene. Valami elemental destruction jellegű finomság. A kombó nagyon fájna. És nem is nagyon tudom, hogy mit csinál. Spell Totem. Kell egy Elemental Destruction. Nagyon sürgősen. Ami 2 a 11-hez, ugye? Az szinte biztosan megnyerné nekünk a meccset, vagy a Lightning Storm Spell Damage-t, de azt hiszem ezt már elhasználtam. Nem megy a film, nem megy a semmire. Az, hogy megtalálta az Azure Drake-et és az első Ancient of Lord, az nagyon brutális, ezért most egy 84 lapján kell megnyis. Most azt hiszem 100%-ig megegyeztetünk, amikor ez most nem egy Elemental Destruction vesztettünk. A következő lap nem egy Elemental Destruction vesztettünk. Earth Elemental top deck lenne jó következőnek. De valami jó kéne. FQ, a kombóba beleállom. Nem tudok mit csinálni. Ez van. Kombóba belehalod. Mire lőjünk a lalvasokkal? A fejére nincs sok értelme. Ha ezt lövöm, akkor egy Blue Kill Warrior-ral meg lehet lenni. Persze nagyon valószínű, hogy most egyszer meghaltam. Van egy kijátszható mörökön. Hoho! Ezt lettünk, pedig kiváló mörökokat kaptunk, nem mindegy. Elfogtam, ha verkeszi. Ezt a meccsotot vesztettük el valószínűleg, ahol megtalálta a 87 kartot, amikor elfogyott minden, ahol nem talál 4 lapot magának, akkor ez most már nincs. Szíp. Na jó, 2 órányi kontroll sámánnál tovább, azt hiszem nem tudok erre koncentrálni, úgyhogy hagyjuk abba, mielőtt mindent elveszitek, amit eddig megnyertem. A statisztikák szerint, mondja, megnézem, hogy teljesítettünk. 5-öt nyertünk, 3-at veszettünk. 8 meccset játszottunk 2 óra alatt. Jippi! Viszont egy kicsivel közelebb kerültünk az 500 győzelemhez a sámánnal. 1%-it. Jippi! Micsoda sikerek! Innen folytatjuk legközelebb.